Időkapszulát helyeztek el a Pangea Ökocentrum és szálloda építési területén kedd délelőtt. Az új épület oktató és konferencia központként is működik majd. Az állatparkban ugyanis évente közel 3000 gyermek és felnőtt vesz részt valamilyen oktatáson. A szállodából egyedülálló kilátás nyílik majd egyik oldalról a sóstói tóra, a másik oldalról pedig a 35 hektáros állatparkra. Az épület országos szinten is egyedülálló lesz. Különleges szálloda lesz, amelynek 38 szobája mind más lesz, mindegyik egy-egy állatról fog szólni. A szállodán belül pedig érezzi mindenki majd azt a hangulatot, ami áradni fog a körülöttünk lévő élő környezetet próbáljuk egy kicsit a szállodába belopni, és azt hiszem, hogy amellett, hogy aki eljön ide az állatkertet megnézni, mert hiszen ez is az állatkert szállodája lesz, lehet, hogy el fog jönni majd azért is, hogy csak ebbe a szállodába lakjon, mert olyan hangulatot fognak árasztani a szobák. Hát már az csoda lesz, ahogy erre a tóra néz minden szoba, és mondom belül pedig minden az élővilággal függ össze majd. A látványtervek szerint így néz majd ki a kétszintes 5000 négyzetméteres épület. Az építési tendert ugyanaz a csapat nyerte, amely korábban már a Zöld Piramist is építette a Nyíregyházi Állatparkban. Amint egy 35 hektáros terület az előzetes becslések szerint a közel 480 ezer fős vendégszámával ismét Magyarország leglátogatottabb vidéki turisztikai attrakciója lesz. Az állatparkban több fejlesztés is megvalósul 2019-ig. A több milliárd forintos beruházásokról még 2015 novemberében döntöttek. Ennek forrását a Modern Városok program biztosítja. 100%-os támogatással az önkormányzat saját erejét nem igénylő beruházással készülnek. 5 fejlesztésről beszélünk, ez egy csomag, mindösszesen 6,7 milliárd. Ez a Pangea Ökocentrum, ez 1 milliárd 650 millió kerekítve, és hát ugye megkezdődtek júniusban a munkák, és következő év júniusában szeretnénk megnyitni főszezonra ezt az új hotelt. A további beruházások között szerepel például egy jégkorszaki interaktív állatbemutató is, amely olyan állatkerti élmény nyújthat a látogatók számára, amely országos és európai szinten is egyedülálló lesz.